Ciao a tutti, ez itt a Club Marini. On the rooftop, baby, the sun is shining. Most, hogy megismerkedtünk a 2019-2020 őszi-téri trend színeivel, evezzünk át egy kicsit mélyebb vizekre, és nézzük meg a színeken kívül, miket érdemes újra előszedni a szekrény mélyéről, illetve milyen ruhadarabokat készítsünk el a következő hideg időszakra. Varrásra fel, jöjjenek a trendek! Kategóriákba szedtem a darabokat, amiket szintén napról napra és cseppenként adagolok majd nektek, nehogy bárki is besokaljon majd ettől a sok divat őrülettől. Az első csoport az anyagok, illetve a minták lesznek, úgyhogy kezdjünk hozzá. Skót kocka. Ahogy minden télen, idén is találkozni fogunk ezzel a mintával, a jó meleg takaró és egy forró tea a hideg borongós napokon tökéletes párosítás, és idén a tervezők ezt a gondolatmenetet egy kicsit tovább folytatva teljes outfitekben gondolkodtak. Nekem személy szerint ez a minta tetőtől talpig egy kicsit sok, eltekintve persze a kanapén magamra terített verziótól. Tweed. Ez a gyapjú szövet kiválóan alkalmas a téli napokon blézerek és nadrágok készítésére, jól véd a hideg ellen és melegen tartja a testet. Ez az anyagtípus a 20-as, 30-as években volt nagyon nagy divat, és általában a mintázata kisebb vagy nagyobb kockákat ábrázol, viszont megtalálhatunk közöttük halszálkás, eszterházi kockás vagy éppen tyúkláb mintás verziót is. Ide tartozik egy kis érdekesség, hogy Budapesten minden évben megrendezik a Tweed Run nevezetű eseményt, ami a mai rohanó világot egy kicsit lelassítja és visszarepíti a résztvevőket, illetve a nézőket a 20-as évekbe. A találkozón korhű ruhákba öltözött fiatalok kerékpárral járják Budapest belvárosát és mutatják be a tweed életérzést. Fekete bőr. Nem kell mindjárt a heavy metal és a punk bandákra gondolni, az idei téli szezonban idézőjelben egy picit romantikusabb formában jelenik meg a bőr, a szoknyáknál a tért közelében érő modellek, nadrágoknál pedig a lezserebb, kicsit bővebb fazonok hódítanak majd. Állatminták. Minden, ami ocelot, zebra, tigris, ebben a szezonban életre kelnek a szövetek mintáin. Igazi, nagyvárosi dzsungel. Egy ideje a kígyó minta is jelen van a trendi darabok között, amit idén is nyugodt szívvel vegyetek elő, ha van ilyenetek. Ha nincs is tetszik ez a minta, viszont soknak találjátok egy egész ruhadarabon, akkor varráskor párosítsátok műbőrrel vagy bőrrel, kinek melyik szimpatikusabb, és egy kis részletet jelenítsetek meg a ruhadarabon. Ez igaz lehet az összes állatmintára, ezen kívül viszont jól mutat belőle egy táska, vagy egy finomabb cipő is. Virágok. Szerintem mindenki emlékszik az Ördög Prádát visel című film híres jelenetére, amikor Miranda szúrósan megjegyezte: virágok tavasszal. Eredeti. Viszont most tél jön, a virágok viszont maradnak, ezen belül is a rózsa, ami nagy hangsúlyt kap. A tervezők főként alsó részeken használták, viszont nem csak a legelterjedtebb piros rózsa motivumot, hanem a szivárvány minden színében és méretében megjelennek, majd akár kabátok díszítéseként is. És elérkeztünk az utolsó anyagtípushoz, maradunk a fétis elemeknél a fekete bőr után. A következő anyagtípus, ami a 2019-20-as őszi-téli szezonban divat lesz, az nem más, mint a lakk. Kifutón többnyire trencskabátok formájában jelent meg, de elő fog fordulni táska, illetve magas sarkúként is. Egy dologra figyeljetek, leggings formájában ne nagyon használjátok, ha csak nem akartok kellemetlen helyzetbe kerülni a különös hangok miatt, amit ez az anyag mozgáskor tud okozni. Ezzel az anyagtípusok kategóriát lezártuk, és át is léphetünk a következő csoportba. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és dobni egy lájkot erre a videóra. Találkozunk a következő epizódban. Ciao! On the rooftop, baby, the sun is shining. On the rooftop.